Az első képkockákból arra is következtethetnek, hogy Kiprich József mozgásával baj van. Ez azonban nem igaz. A Lombard stadionjában augusztus 20-án Kiprich Józsefet búcsúztatták. A Feyenoord egykori kiválósága mind a tatabánya, mind pedig a 86-os válogatott színeiben játszott, sőt, gólt is lőtt a 4-4-el végződött találkozón. Rajtam van már egy pár kilós súlyfelesleg, meg van szakadva a combom egy picit, úgyhogy lelassultak azért már a mozdulatok, tehát most már nem ez a 10 évvel ezelőtti játékos játszott.